tudományos konferencia, Kopa Jánosra emlékeztek, numizmatika, új könyvben számolt be értékes leletekről Varga Máté régész, autós felvonulás, autós farsangot szerveznek Balatonbogláron. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Tudományos konferencián emlékeztek meg Kopa János kaposvári idegsebészről. A szakmai programokon az idegsebészet múltja és jelene is téma volt, emellett a professzor társadalmi szerepvállalásáról is beszéltek a résztvevők. A Kaposi Mór Oktatókórház mindig is büszke volt azokra az orvosaira és dolgozóira, akik tudományos kutatómunkájukkal hírnevet szereztek az intézménynek. Róluk a mai napig rendszeresen megemlékeznek, mondta köszöntőjében Incefi István főigazgató a Kopa Jánosról elnevezett tudományos konferencián. Mi elhivatottak vagyunk, hogy példaképeinket és iskolát teremtő elődeinket, a mentorainkat kellő tiszteletben részesítsük, és tudományos fórumokon emlékezzünk meg pályafutásukról, szakmai sikereikről, az elért eredményeikről, életútjukról. Bemutatva azt, hogy tanításainkat tovább visszük, és felhasználjuk a jövőbeni szakmai fejlődésünk bázisaként. Büszkeséggel tölt el minnyájunkat, hogy önálló tudományos fórumoknak témát szolgáltató kórháztörténettel, azt tevékenyen formáló, kiváló személyiséggel bíró neves elődökkel rendelkezik. Kopa János idegsebész, elmegyógyász már az egyetemi évei alatt tudományos munkába fogott. 1956 őszén kezdte meg a harmadik évfolyamot Pécsen, ahol a forradalom első napjaiban megválasztották a Rozsos István vezetésével újonnan megalakult egyetemi zászlóalj egyik szakaszparancsnokának. Nem sokkal ezelőtt emlékeztünk meg Rozsos István professzor úrról, és itt kötődik össze a két ikonikus alaknak az életvonulata, az 56-os forradalom kapcsán. Tulajdonképpen miből is állt, ami itt a szlájdon föl van tüntetve. Tehát Rozsos István volt a forradalmi ifjúsági tanács vezetője, Kopa János pedig zászlói parancsnok. Na most nem csináltak semmit, tehát a lényeg pont arról szólt, és ez egy közös vonulat volt, ne legyen vérontás. Több száz tudományos előadást tartott, publikációi külföldi szaklapokban és könyvekben is napvilágot láttak. Bekerült mind a Magyar Tudományos Akadémia köztestületébe, mind a Magyar Idegsebészeti Társaság vezetőségébe. 2010-ben az ő elnökletével alakult meg a Rotary Klub Kaposvár, mely a magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzését, kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítését és ápolását tűzte ki célul. A Kaposi Mór Oktatókórházban több mint 40 évig tevékenykedett, gyógyított. Olyan gyerekkori történetek voltak, hogy az ember nem csak az apára nézett föl büszkén, hanem arra, hogy fú, hát és akkor őt behívják, és akkor jön, és akkor operál, és fú, és akkor ott életeket mentenek, és ez milyen jó. Aztán persze a természet, meg a vadászat, az is engem rettenetesen magával ragadott, és még vívódtam is sokáig rajta, hogy a kettő közül melyik legyen a végleges pályaválasztás. De abban is az ő segítsége volt azon. Nem szólt bele, de mondott egy olyan mondatot, amivel eldöntöttem, hogy nekem merre kell tovább mennem, úgyhogy így lettem én is orvos. A Kopa Jánosról elnevezett tudományos konferencián Csák János kulturális és innovációs miniszter arról beszélt. Kopa professzor életműve nem csak az intézménynek adokott büszkeségre, hanem minden magyarnak. Mindannyian óriások vállán állunk. Bármi is legyen a foglalkozásunk, az élet bármely területén tevékenykedjünk, óriások vállán állunk, akik előttünk kitaposták az utat, és ahogy itt hallottuk, Kopa professzor úrnak az életműve, az egy olyan talpazatot ad ennek a kórháznak, tehát az idegtudománynak, idegsebészetnek az egész országban és a határon túl, amire érdemes építeni. A konferencia végén egy emléktáblát is avattak az idegsebészet előterében, a 2020-ban elhunyt Kopa János tiszteletére.
Súlyog Tamást az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökét jelölik köztársasági elnöknek a kormánypártok, jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön Balaton-Almádiban, a Fidesz-KDNP kétnapos kihelyezett frakció üléséről beszámoló sajtótájékoztatón. Kocsis Máté közölte azt is, hogy a Fidesz elnöksége Dajcs Tamást javasolja a Fidesz-KDNP EP listavezetőjének. A kormánypártok elfogadták az alapszabály szerint a Fidesz elnöke által tett javaslatot, és dr. Súlyog Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk a köztársasági elnöknek. Azt gondoljuk, hogy az Alkotmánybíróság elnöke a legmegfelelőbb jelölt erre a tisztségre, és ezért belé vetettük a bizalmunkat. 7 új aranypénzzel gazdagodott az elmúlt években a Kaposvári Ripőrónai Múzeum gyűjteménye. Ezekről a különlegességekről is írt Varga Máté régész, numizmatikus a közelmúltban megjelent könyvben, amely 37 darab aranypénzt mutat be a 600-as évektől az 1600-as évek végéig terjedő időszakban. Kibővített kiadása jelent meg újra a középkori és kora újkori aranypénzek című könyv, amely a Kaposvári Ripronai Múzeum pénzgyűjteményének rendhagyó darabjait mutatja be. 2015 óta olyan szerencsénk volt, hogy előkerült 7 darab új aranypénz a megyében, és akkor ezeket szerettük volna mindenképp beletenni. Ez picit több munka volt, mint hogyha csak is simán elküldtük volna a nyomdába, és újra nyomtak volna nekünk 100 darabot, de nem tudni, hogy mikor lesz újra erre lehetőségünk, ezért ezeket szerettük volna belerakni. A kötetben 37 darab aranypénzt mutat be a szerző a 600-as évektől az 1600-as évek végéig. Balatonszemesi Pálos Kolostornál került elő egy velencei aranypénz, több másik kisebb ezüstpénz kísérletében, és ennek az az érdekessége, hogy az egy alapozási kő alá rakták be ezeket a pénzeket, és nem tudjuk, hogy miért, mert ilyen nem ismert Magyarországon. Aztán az Amárdi Avar temetőt azt szerintem mindenki jól ismeri. Most már több mint 2800 sírt ismerünk, egy aranypénz volt korábban ismert, és 2022-ben előkerült egy másik, és ez jól keltezi a sírt is, illetve a sírból készült ilyen C14-es kormeghatározó vizsgálat, és a szintén az jött ki, hogy ezt az embert nagyjából abban az időszakban temették el, amikor az érme is készült. És akkor van még 5 darab aranypénz, ez Molnár István kollégám feltárásán Berzencévárnál került elő. Ez egy, hát egy eltemetett személy mellett volt deréktájon, valami bőrszütyőbe rakhatták bele. Az egyik aranypénz különlegessége, hogy Albert király verette, aki mindössze 2 évig uralkodott csak. 3 aranypénz első Mátyás király nevéhez fűződik, egy pedig második Ulászlóhoz, mesélte Varga Máté a könyvbemutatón. Mint elmondta, ezek a pénzek viszonylag nagy aranytartalommal készültek. A magyar aranypénzek azok általában jó minőségben készültek a középkor folyamán, azt jelenti olyan 23 és 3/4 karát. A velenciekről szintén tudjuk, hogy ilyen jó minőségben készültek. Egyrészt vannak korabeli források, meg most az elmúlt évtizedekben már voltak ilyen anyagösszetétel vizsgálatok is. És ezek több száz éven keresztül ilyen jó minőségben készültek. A többi aranypénznek, ami nem tartozik bele a két csoportba, ott lehetnek rosszabb minőségek. A könyvben szereplő Somogyban előkerült aranypénzek a Ripronai Múzeum állandó numizmatikai kiállításán láthatók. A Balaton Bike 365 projekt keretein belül már korábban kijelölt 1000 km összefüggő kerékpáros útvonal hálózat után most egy 400 kilométeres kalandkörrel bővült a kínálat, amely teljes egészében megkerüli a Balatont. Ezen a 400 kilométer hosszúságú, mindkét irányból végig kitáblázott, de nem a hagyományos kerékpárúton vezető túraútvonalon a könnyebb és nehezebb terepszakaszok váltják egymást, melyek új kalandokat rejtegetnek a bringásoknak. A kalandkör sok a parttól távolabb lévő turisztikai attrakciót érint, de nem nélkülözi a Balaton közelségét sem, időnként visszatér a partra. A KK 400 teljesítésének időbeli mérését 50 kihelyezett QR-kód segíti, amelyeket a telefonnal leolvasva akár másodperces pontossággal versenyezhetünk magunkkal, barátainkkal, sporttársainkkal.
A Balaton átlagos vízállása a vízügy.hu adatai szerint 10. napja 127 cm, ami magasnak számít a télvégi időszakban, miközben továbbra is óvatos, vagyis kismértékű vízeresztés zajlik a Siózsi-Lipen keresztül. A víz csütörtökön reggel Siófoknál 6,5 Celsius fokos volt. A tervek szerint jövő nyáron megnyithat a desedai kemping. A tereprendezés decemberben kezdődött meg, már jól látszanak a sátrak, a lakókocsik és a vizes blokkok parcellái. Ki vannak tűzve a mobilházak helyei és az is, hogy hol lesz a recepció épülete. A helyszínbejáráson az is elhangzott, hogy a 4 csillagos, magas színvonalú és minőségű szolgáltatásokat nyújtó létesítmény 2025 nyarán nyithatja meg kapuit. Szita Károly polgármester arról is beszélt, szeretné, ha a kempingben kaposvári általános és középiskolások is táboroznának, hiszen a környezet ideális a nyári szünet hasznos eltöltésére. 4. alkalommal rendezik meg a farsangi autós felvonulást balatonlellei civilek a hétvégén. Az ötlet még 2020-ban a pandémia idején indult, azóta azonban már nem csak a farsangi jelmezek dominálnak, autós ügyességi és helyismereti versennyel is bővült a program. A hét elejétől díszítik, csinosítják autóikat a résztvevők a hétvégi felvonulásra. Bár a fókusz mára már nem is annyira a farsangi díszeken van, mégis fontosnak tartják, hogy az alapötlet megmaradjon. 2020-ban a pandémia idején született meg az ötlet a felvonulásra. Az első kör az csak annyi volt, hogy feldíszítettük az autókat, mert hogy az a biztos nem lesz baj, de egyesek túlgondolták és hozzáöltöztek az autóhoz, hát ez marha jó volt. Utána pedig a Kishegy lábától indultunk fel a kápolnáig. Mindig a kápolna a cél, és mindig máshonnan indulunk. Ez igazából teljesen véletlenszerűen jön mindig 4 éve már, hogy máshonnan induljunk. Mindig ugye megkérdezzük a résztvevőket, hogy mi a tapasztalat, és most már 2 éve kiegészítettük, illetve ez a 2. éve, hogy kiegészítettük egy gumballal, és már egy picit ki is csúsztunk a farsangi időből, úgyhogy ezt a farsangi dolgot elhagytuk, de mivel a gumball ugye egy ilyen flúgos futam, egy ilyen nagyon kis vidám dolog, ezért ezt a részét megtartottuk, és idén 12 állomáson keresztül kell végigmenni annak, aki végig szeretné csinálni ezt, az ismerjük meg, Dél-Balatont és egy picit Lellét, Boglárt, itt még jobban. Találkoztam olyannal, akinek meséltem, hogy ez lesz a célpont, meg az lesz az állomás, és mondta, hogy úristen, Lellei, de Boglárt ennyire nem is ismeri, szóval örülünk ennek a kezdeményezésnek és megmozdulásnak, meg hogy ennyi mindenkit is érdekel. Az idei program attól is különleges, hogy a szervezők és résztvevők jótékonykodnak is. Idén az adományozás mellett döntöttünk, hogy ezzel egészítenénk ki a programokat. Az idei kedvezményezettek a Balaton Szemesi Adománybank. Itt segítünk egyedülálló idős embereken és rászoruló családokon, és ezzel a farsanggal is ugye segítjük az ő munkájukat. Az adományozást lehet tárgyilagos, illetve anyagi támogatás formájában is megtenni. A támogatás lehet ruhanemű, tartós élelmiszer, gyerekjáték vagy iskolai felszerelés is. A flúgos futam szombaton délelőtt 10 órakor startol a Balaton-Boglári Latánstrandról, majd a résztvevők 12 állomást teljesítve a Balaton-Lellei Kishegyre érkeznek meg. Tudományos konferencia, Kopa Jánosra emlékeztek. Numizmatika, új könyvben számolt be értékes leletekről Varga Máté régész. Autós felvonulás, autós farsangot szerveznek Balaton-Bogláron. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkban, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!